Rendőrautóval mentek a nyomozók Bakta Lóránt házára hétfőn. A 29 éves nőt azonnal megbilincselték és autóba ültették. Vele együtt 31 éves élettársát és annak apját vitték a főkapitányságra a rendőrök. A gyanú szerint 80%-os kamatra adtak kölcsönt a településen. Adataik szerint a nő és a két férfi Bakta Lóránt házán olyan embereknek adott kölcsön kisebb összegeket, akik amúgy is nehéz körülmények között éltek, havi 80%-os kamatra adtak kölcsön pénzt. Aki pedig nem tudott időben fizetni, azoktól életveszélyes fenyegetések terhe mellett követeltek egyre nagyobb összegeket. Bakta Lóránt házán volt, aki hallott az elfogásokról, volt, aki nem, de nem szívesen beszéltek erről a helyiek. Nem hallottam róla. És mit szól ehhez a bűncselekményhez? Hát nem tudom. Hát csak annyit tudom mondani, meg is érdemli, aki kölcsön kér az ilyentől. Hát most, ugye szoktál mondani, ez nem kötelező. Így történetesen nem tudok, hogy uzsolások voltak, azt tudom, hogy három szemét letartóztattak, de hogy miért nem. Ezeket a szélvédőre! Itt vagyok. Nyissa ki! Nyissa ki az ajtót! Ezen a felvételen az ózdi rendőrök kapnak el egy férfit, aki a gyanú szerint uzsora kölcsönöket adott. Kiszállították kocsiából, lefektették az aszfaltra, majd megbilincselték. Zsebéből pénzt szedtek ki. A rendőrök minden esetben nagy erőkkel lépnek fel az uzsorások ellen. A gyanúsítottaknak ugyanis lehet fegyverük is. Nem csak az elfogás, a felderítés is nehéz. A sértettek nem mernek feljelentést tenni, vagy ha tesznek, utána sokszor visszavonják, mert félnek az uzsorásoktól és azok családjától. 2011-ben Nyíregyházan a Pláza parkolójában fogtak el két uzsorást a nyomozók. Adat arról azonban nincs a tavalyi rendőrségi évértékelőben, hogy a megyében hány ilyen bűncselekményt derítettek fel.